Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy kellemes meglepetés vár rád. Kitől és miről van szó, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kártya utal arra, hogy miről van szó, vagy kitől lesz ez a meglepetés. Itt látható a mozgás, ez utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Tehát előfordulhat az, hogy ez a meglepetés külföldről jön, vagy valaki meglep téged, lesz egy látogatás, esetleg egy közös nyaralás. Amit még ez a kép jelent, a mozgás, hogy végre történik valami, előre mennek az események, és ahogy láthatjuk ezt a lovas férfit ezen a hinton, itt megvan nála a természet, tehát körülötte ott van ez a gyógyító erő, valamiben segít neked. Ami a múltban történt, ami fájt, vagy megbetegített téged, itt megvan most a lehetőség arra, hogy tisztázzatok valamit, és ő nem jön üres kézzel, hanem megajándékoz téged, és útban van hozzád. Amit ez a kép még jelenthet, a változások. Ez lehet egy költözködés is, és egy kellemes meglepetés. Ezen a képen itt fent Fortuna istennő látható, és az mindig szerencsét hoz. Így kapsz valamit tőle. Ez lehet egy jó hír, vagy egy nyeremény, egy lottó nyeremény például, hiszen itt van most a szerencse melletted. Ahol még szerencse, vagy egy kellemes meglepetés vár rád, ez a szerelem, hiszen megvan itt a találkozás, a közeledés, ő átölel téged, lesz egy virágcsokor, meglep téged ezzel, vagy itt kivirágzik valami. Itt ezen a képen is szerelemről van szó, és ez a fő téma ennél a meglepetésnél, vagy ennél a szerencsénél. Holott az anyagiak terén is lehet nyeremény vagy szerencse. De, mint látható, mindkét kártyán párkapcsolatról és szerelemről van szó. Ez a kártya utal arra, itt lesz egy új kezdet. Ha egyedül érzed magad, és lezártad a múltat, akkor ez a kártya azt jelenti számodra, itt lesz egy új kapcsolat, megismerkedsz valakivel. Ezen a kártyán újdonságokról van szó, és ennél a kártyánál a múltról van szó, hiszen a hatos szám az utal a múltra. Valaki gondol rád érzelmekkel, hiszen a kelyhek az érzelmeket szimbolizálják. Itt van egy kis nosztalgia, azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, és meglep ezzel a virággal. És a kisfiú jelent akkor egy új kezdetet, hogy ez a kapcsolat akkor megmarad. Itt megvan a remény arra, hogy legyen egy jó üzenet. És ezen a kártyán láthatóak a vágyak, a remények, az álmok, nem csak nálad, hanem nála is,
hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és utalhat az ő tartására, az ő érzelmeire. És Hermes látható itt a képen, és itt van mindig mozgás, ugyanúgy, ahogy az első kártya ezt mutatta, itt nem csak találkozásról lesz szó, hanem itt van a levél, ami jelenthet egy szerelmes levelet tőle, de más dolgokra is utalhat, egy jó szerződésre, vagy egy dokumentumra, amikor valami lezáródik, mint például egy bírósági ügy, és itt megvan a remény, hogy lesz egy szerencsés kimenetel ebben a helyzetben, illetve ebből a helyzetből. Itt tükröződik valami, amire te gondolsz, vagy amit tervezel, az pontosan az, amit ő is tervez. Ahogy te érzed őt, vagy a saját érzelmeidnek tudatában vagy, és megvannak a vágyak, az elképzelések, az álmok, pontosan ő is úgy érzi magát. Ha megvan itt köztetek a szerelem, és te érzed ezeket az érzéseket, érzed ezt a lelki kapcsolatot, sőt, előfordulhat, hogy ő megjelenik az álmaidban, pontosan így történik nála is. Amire az érmék itt utalnak, az a föld eleme, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Nem csak álmodozásokról, hanem ez az álom megvalósul. Amit ezek az aranyérmék még jelentenek, a belső értékek, te vagy értékes számára, ő értékes számodra, és van még egy jelentése az érméknek, ezek a pénzügyi dolgok. Itt is tükröződik valami, de amit itt én érzek, ez az egyensúly, ez a harmónia, tehát rendbe jönnek az anyagiak, vagy lesz egy ajánlat, egy változás a munkát, a hivatást illetően, és ez a levél utalhat egy szerződésre is, ami útban van hozzád. És ezt megkapod, mert itt ezen a kártyán látható az érméknél, és a négyes számnál is itt megvan akkor egy stabil párkapcsolat, az anyagi biztonság, és a biztonság a munkát illetően. Ez is egy kellemes meglepetés lehet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!